Bábolna megújult fürdője, kitűnő téli szezon tudhat maga mögött, a vendégek részéről csak pozitív visszajelzések érkeztek a létesítménnyel és a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Televíziónk számára Kovacsics Imre, az üzemeltető cég tulajdonosa értékelte az elmúlt időszakot, akit arról is kérdeztünk, hogyan készülnek a nyárra. Hát legutóbbi találkozásunkkor arról tudtunk beszélni, hogy teljesen megújult a bábolnai termálfürdő belső megjelenése. Ez úgy gondolom, hogy előnyére vált a létesítménynek. Ezzel hogyan, mennyire elégedettek a fürdővendégek? Hát mi magunk egyébként kérdezősködtünk itt, akiket mi megkérdeztünk, azok nagyon elégedettek voltak vele, és nagyon tetszett nekik. Én azt gondolom, hogy a kollégáknak szoktam mondani, egy kicsit el kell kezdenünk szerénynek lenni, mert igen, nekünk is igazán csak pozitív visszajelzéseink vannak azzal kapcsolatban, hogy hát milyen kis ékszer doboz lett ez a fürdő Bábolnán. Azt gondolom, hogy amikor a fejlesztési irányokról elkezdtünk gondolkodni, akkor pont az volt az elsődleges, hogy végre Magyarországon egy igazán hozzánk közel álló létesítményt, egy fürdőt álmodjunk meg, ahol a vendég otthon érezheti magát. Úgy érezze, mint amikor elmegy rokonságba, baráti társaságba egy jó időt eltölteni, ami azt jelenti, ha így érzi magát, akkor vissza fog jönni. Ha így érzi magát, akkor hazamegy, elmondja a szomszédjának, elmondja a munkatársának, elmondja a rokonának azt, hogy nézzétek, Bábolnán van egy olyan hely, ahol, mint a szlogenünk is mostanában, hogy nem csak fürdő, hanem több, mint fürdő lett, talán egy olyan kis találkozó hely, ahol az áldásos gyógyvíz jótékony hatását, ami mondjuk mozgásszervi problémákra és enyhülésére való, még kikapcsolódásként is fel tudja használni a vendég azzal kapcsolatban, hogy ugye ma azt mondjuk ma már, hogy ne csak a test, hanem a szellem is gyógyuljon, vagy frissüljön fel. Itt pedig azt látjuk, hogy önfeledten beszélgetnek az emberek, és jól érzik magukat. Milyen volt ez a téli szezon egyébként? Igazán nem tudtuk mihoz hasonlítani ugye magát, a fürdő nagyságát tekintve, és azzal kapcsolatban, hogy az igazi első téli élményünk most volt. Nem is a számokba határoznám meg azt a dolgot, hogy most elegendően jöttek volna, vagy nem, hanem inkább amit előbb is már beszéltünk, hogy mennyi elégedett ember volt, és abban viszont nagyképűek leszünk. Biztosak vagyok benne, hogy sokkal többen voltak elégedettek, mint amennyien nem. És akik nem, azt sajnáljuk, de igyekszünk azt is jobbá tenni. Mindig van az, hogy megfogadjuk esetleges jobbító szándékú elképzeléseket a vendégeknek, úgyhogy lehet, hogy nem idénre, hanem esetleg majd a következő, mondjuk téli, őszi szezonra, ezt már meg tudjuk akkor ezeket a dolgokat orvosolni. Úgyhogy a számokról annyit, hogy természetesen soha ne legyen elégedett az ember, minél többet várna, viszont van egy egészséges mennyiség, ami már nem mehet a minőség rovására. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban optimális az a létszám, ami így első idénybe, ha mondhatni így egész téli szezonban megfelelő mennyisége volt. Ez a kicsike fürdő most az országos nagyfürdőkhöz képest egy olyan pozitív gondolattal indult el az emberekbe, hogy már halljuk esetleg ország más területéről is, hogy hallottak a fürdőről, és akár Debrecenből, hogy voltak itt, és mert átutazóban voltak, de valaki ajánlotta, hogyha már átutaztok, mert mondjuk Sopronba mentek nyaralni, akkor minimum egy fél napot álljatok meg. Tehát már nem csak lokálisan érdekes kép, hanem már országosan is kezd elterjedni azt, hogy itt egy kis ékszerdoboz alakult ki, és természetesen ez nem csak kizárólag a fürdőnek jó, vagy a fürdőnek az étterem érdeme, hanem az önkormányzat részére is. Biztos vagyok benne, hogy kifele azt sugallja, hogy ebben a településben jó, itt a településen jó élni, és ott ide figyelnek arra, hogyha valamit kapnak az emberek, az minőség legyen, és mi azt gondolom, hogy erre esküdtünk fel, hogy a minőséget próbáljuk mindig talán fokozni.
Ugye elsősorban fürdőről van szó, de azért ez ma már nem elég az ide látogatók számára. Különféle egyéb szolgáltatásokkal is hát hozzájárultak ahhoz, hogy itt a vendégek jól érezzék magukat. Ezek hogyan jöttek be, ezek az újfajta, új típusú szolgáltatások? Igen, azt gondolom, hogy a magyar embernek, amikor azt mondja, hogy elmegy egy gyógyfürdőbe, akkor mi még mindig az jut eszébe, hogy hát ott vannak medencék, a medencékben vizek vannak, valahol jobbak, valahol kevésbé jobbak, de eljönnek pihenni, lazítani egyet. Na most a pihenés, a lazítás ma már főleg aztán a fiatalabb korosztály számára már teljesen más jelent, mint hogy mondhatnám már nekem idősebbnek, aki most már szereti elnyújtózni, pihengetni a vízbe, ők már egy kicsit aktívabban szeretik élni az életüket. Ez az aktivitáshoz hozzájárult ugye az, hogy a gyermekeket mondjuk, míg a szülők pihennek, a játszóházba lehet játszatni, rengeteg olyan megkeresésünk van, ahol gyermekeknek ilyen-olyan születésnapi, névnapi partikat rendeznek. Amikor azt mondjuk, hogy egy fürdő szorosan nem tartozna hozzá, már is mutatjuk, hogy mi többek vagyunk, mint egy fürdő, akkor ki kell emelnem az éttermet magát. Magyarországon a fürdők általában olyan éttermekkel működnek, ahol megveszik az előre lefagyasztott ételeket, legyen az rántott sajtól kezdve, bármi, és gyorsan bedobják az olajba, és kisütik. Mi ezzel a hagyománnyal, ezzel a rossz hagyománnyal szerettünk volna itt Bábolnán szakítani, és nálunk azt gondolom, hogy igazán kuliális élvezetekkel vehetnek igénybe az ide látogató vendégek, sőt, mivel állandóan gondolkodunk, ugye most jön azért majd a jó idő, most már nem is tavasz szinten, most már a nyár jön egy hónap múlva, épp ezért körülbelül egy május közepe környékén egy teljesen megújult étlappal fogunk előjönni, amiben már előjönnek mondjuk azok a nyári idén jellegű ételek, ami most mondjuk majd a brokkolis ételek, aztán jön a zsengezöld borsós ételek, aztán egy kicsit, ha az Olaszországba kitekintünk, akkor majd, ha már a nyár közepén leszünk, előételnek akár egy kis sárga dinnyénk, pármai sonkával is lehet kapni nálunk, tehát igazán a több, mint fürdőt, mi ezt komolyan gondoltuk, hogy ide lehet, hogy valaki még először nem is fürdőzni jön, hanem étterembe, de utána azt mondja, hogy már van egy jó kis fürdő, akkor a fürdőt is használom, tehát ezt mi ezt összekombináljuk. Aztán nyilvánvaló a magyar ember télen szaunázik, ugye a skandináv ember egész évben szaunázik, már a Magyarországon is azért kezd kialakulni egy ilyen klub jelleg, aki igazán baráti társaságokat hoz össze, és baráti társaságokból viszont rengeteg volt, akár Győrből, akár Komáromból, akár Tatáról, Tatabányáról, hozzánk érkeztek baráti társaságok, hogy milyen jó ilyen szaunos sók, szauna felöntések vannak, és igazán ez is hozzájárult a fürdő talán nem szokott működéséhez, hisz egy olyan nyitvatartás időt is kitaláltunk, ahol kedvezni szerettünk volna az időseknek azzal, hogy teszünk olyan hétköznapokat, hogy nekik ne kelljen szaunajegyet megvenni, illetve napközben tudjanak jönni, viszont kinyújtottuk pár napot olyat a hétköznapokkal, hogy délután 4 órakor nyitottunk, és este 10 óráig voltunk nyitva, hogy akik dolgoznak, akár még Győrből is, érdemes eljönni, akár este 7 órakor is egy társasággal, vagy akár egyedül, akár egy jót szaunázni, vagy egy esti fürdőzésre, tehát mi teljesen merőbben másképp gondolkodunk már arról, hogy mi is az a fürdőzés, mint általában Magyarországon. Kínáltatok nyitvatartási időn túli szolgáltatásokat is, tehát ki lehetett úgymond bérelni a fürdőt családi, céges rendezvények számára. Erre volt-e jelentkező? Igen, elindult, még kicsibe, de most éppen lehet, hogy ez a fürdőző vendégeknek majd nem lesz jó hír, de azt hiszem, hogy május 27-én pénteki nap talán, de nem vagyok teljesen biztos, de azt gondolom, hogy talán pontos a szám, nyilvánvaló majd ezt ki fogjuk hirdetni.
egy győri cég egy kibérelte az egész fürdőt aznapra. 60-70-80-an egy közepes győri cég egy családi napot fognak a bábolnai fürdőbe tartani. Történnek a fejlesztések a fürdőben? Egy valami látszik, hogy az étterem bővül, hiszen a kívülről érkező vendégek számára készül egy kis terasz. Igen, mi mindig úgy fejlesztünk, ahogy jönnek az igények, és természetesen, ahogy a pénztárcánk engedi, mert először úgy nyitottunk az éttermet, hogy csak fürdő vendégeknek. Aztán jött az igény, hogy én nem szeretnék fürdőzni ma, holnap persze jövök, viszont szeretnék egy jót ebédelni vagy vacsorázni. Akkor lehetőséget megteremtettünk arra, hogy ugye kettén választottuk. Aztán utána most meg jött az igény, és kérdezgettek bennünket, ha jön a jó idő, olyan jó sörözgetnénk egyet kint, akár a fürdőzés után is, amikor mennénk haza egy terasszal. Hát most a teraszt kezdtük el építeni, lesz egy kis teraszunk, egy kis hangulatos, fürdőhöz illő teraszunk. Természetesen nem sokára jön a nyár. Idén nyáron is lesznek majd gyerekekre vigyázó animátorok, programok, egyéb más dolgok, egyeztetünk esetlegesen külső programszervezőkkel, de talán erről majd júniusban többet tudnék beszélni már.